Köszöntöm a Devi Stúdió nézőit, én Dávid vagyok, és ez pedig az Uncharted 3, méghozzá a felújított változata. A Nathan Drake Editionből, méghozzá PlayStation 4-en egyértelműen. Most egy meglehetősen nehéz, hát legalábbis nekem így elsőre nehéznek tűnő logikai feladványt kell megoldani. Hát itt ugye a lényeg az, hogy ezeket a figurákat, most például sast mozgatom, de az jó, már jó helyen van. Nézzük, az oroszlánt kellene jó helyre tenni. És ennek ez lesz a jó helye. De viszont van egy, hát nem tudom, minek nevezzem, marha, vagy tehén, vagy igen, bika. Tehát őt kellene még, ezt a kockát így jó helyre tennünk. Na nézzük. Azt hiszem, hogy ez van itt, tehát itt nem mutatja. A sast mutatja, hogy az hol van, meg ugye azt. És akkor itt, hogyha ebbe a kockánba állunk, akkor alulról kell, hogy legyen egy cél. Jobb oldalt pedig ez a jel. És ezt valahogy... Hát szerintem már meg is van. Egyen lejjebb. És sikerült ez az. Na, ez sikerülmény. Azt hívják sikerülménynek, ez jó volt. Nem volt egyébként olyan nehéz, csak rá kellett jönni a logikára. Egyébként az Uncharted-okban sosincsenek túlzottan nehéz feladványok. Tehát minden ott van a könyvben, ami Nathan-nél van. Tehát ezt bármikor meg tudjuk nézni, elővenni, lapozgatni, stb. Hát a történet meg ugye ez igazából az egészet most is nagyon érdekesnek tűnik. Sok különbség nincsen a második rész óta, hát grafikailag szebb. De hát igazából ugyanaz, csak az a helyzet, hogy ebből a sztoriból, meg ebből a játékmenetből egyszerűen sosem elég. Nagyon jó. Let's hope the other half is in Syria. Yeah, and the Cutter and Chloe can find it. Okay, most ki kell jutnunk, hát ilyenkor mindig jön a akció. Általában ez így szokott lenni, és ez most sincs másképp. Mindig jön a fordulat. Sosem unatkozunk. Nice work, gentlemen. Harris, köcsög. Please relieve Mr. Drake of the artifact. Yeah, Harris. Come get it. Ow. It's hardly worth dying over, is it? Your friend doesn't think so. Come on, Nate. Hát, sorolta a golyó, nem ment bele. Ez általában mindig így van, mi megtaláljuk a dolgot, a rossz arc meg lenyúlja azt a betyár mindenét. Mennyi pók. Jó Isten. Te utálom a pókokat. És ezekből rengeteg van. Jó Isten. Hoppá! Suhú! Ez hihetetlen. Hát ez rengeteg. Most már nincs is olyan sok. Legalábbis nem tűnik. Mindig a fényben kell lennünk. Arra fel. Oké. Okay. Jó, csak követni kell Sullyt. Mert tehát a fényt azt utálják ezek szerint. Na. Tartanunk kell a... Hoppá, hoppá. Ledobta a fényt. Mondhatjuk. Oké. Okay. Aja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 j
Gyerünk már, menj már, jó ember, jó Isten! Jaj, de halára csípnek!
Ne, hát, és megakadtam a falban. Gyerünk már! Ezeket a részeket úgy bírom, rögzített ilyenkor a kamera. Na, gyere már, gyere! Állj már fel! Jó Isten! Hát szerintem rohanás ismét. Jaj! Jó Isten! Hát ez hihetetlen. Folyamatosan csípnek. Gyerünk már! Magasságos egek. Hát volt egy pók. Egy jó volt. Tetszett. Ó, már is menjünk itt. Hát igen. Ez a másik dolog. Oho, ide le. De csak ne, hogy itt is pókok legyenek. A lényeg, hogy megtaláljuk a kijáratot. Jó. Oh, majdnem. Majdnem beugrottam ide. Oké, most a csillára kell felugranunk. Szaros galambok. Jaj, valahogy. Na, ugor már! Na. Ja, nehéz eltalálni azt a pontot, ahol ugrania kell. Hogy a gyaj! Jó Isten! Mász már fel! Na. Csak sikerült. Na, itt most már. Te nem hiszem, hogy föl. Adele. Ups. Általában mindig leszakad valami. Hoppá, ezt felégetni készülnek. Hát csoda, hogy itt a lövöldözések közepette nem gyulladt fel az egész. Oké. Most jön egy kis mászkálás ismételten. Locsolják be az egész épületet. Hoppá! De bírom ezeket a részeket hirtelen. Ajaj. Gyorsan. Jaj! Ú, basszus. Ez azért nem annyira könnyű, de hát oké. Okay. Ez olyan, mint egy hollywoodi film. Opa! Hát szerintem húzzunk már innen, mert ez az épület nagyon hamar le fog égni. Ohohoho, merre kell? Oké. Give me a boost! Nem, ő ad boostot. Hát, na így hogy fogunk felmászni? Gotta be a way out of here.
Összeomlik itt minden, úgyhogy így jutunk ki szerintem. Oké, erre. Jaj, jó, hát ezt bírom. Persze most nem csoda. Jaj, jó. Oho, gondoltam, hogy ott, mondom, basszus, mindjárt leomlik. Fel kell ugranunk. Ez lesz a legjobb. Gyerünk! Nem tudja fölhúzni magát szerintem. Mászni kell. Most le kell ereszkednem. Most merre? Aha, így. Hú, azt a mindenét. Hát ez keményen ég már, basszus. El tudom képzelni a... Jaj, ne, ez az óriás! Az eleje úgy kezdődött, hogy bunyózni kellett, aztán egy ehhez hasonló, még ettől is nagyobb alakot kellett eltenni lábalól. Nem volt egyszerű. Na, ennyi volt. Húzzunk innen. Szar. Köcsög barom állat. Oh! Ez jó volt. Ilyet még nem láttam eddig. Azt hiszem. Húzzunk lefelé. Anyádat, lőjed, te barom, húznál kifelé inkább te is. Aztán erre. Hát ott az ablak. Jaj, tudtam. Hó, azt a mindenét. Hú, már elég mélyen van. Húzzunk a fenébe innen. Ez a játék, és sosem vagy unatkozni, komolyan. De aki nem tudja, miről van szó, azt hiszem, hogy ez a rész, ez nagyon megmutatja. Hú, basszus! Hát és most hogy? Próbálom nézni, hogy... Vagy lehetne... Á, ott van szent. El kell kapni! Ho-ho-ho! Gorj! Oké, meg vagyunk. Nem szeretem, amikor ilyen rögzített a kamera, de... Jobban segít beleélni az élmény. Hoj! Hát... Innen nem könnyű kijutni. Na. Csó. Az könnyen leszakad. De az nagyon. Ha. Gyerünk, Nate, de hát hová? Jaj, oda le. Hát máshová nem lehet. És mi a fene? Na. Kicsit, mintha beakadt volna a kamera. Oho, akár. Az a nagy rozsdás szar. Oké, headshot. Honnan érkezik a lövés? Hát onnan lőtt a oldalról. AK-47-essel aprítunk a jó öreg fegyvert.
Nyomatjuk az akciót. Kalandok közepette van itt minden kérem közben. Á, ott maradt a gránát. Aha, oda. Ugrás. Tessze már nincs messze. És... Aj, mi? Á, tudtam, hogy most is le fog szakadni valami. Hihetetlen. Ohohohoho. Hát azért... Basszus. Na, mász már, Szali. Te jó isten! Jó isten! Jaj, és tudtam, hogy elrontom. Balra kellett volna szaladnom. Mik vannak itt, kérem? Hihetetlen. Ne! És tudtam, hogy elrontom! Menj már, papó! Ne ugorj, ne ugorj! Gyerünk! Uáj! Te magasságos egek! Hát a kutya fáját. Hát ez. Azt hiszem sikerült egy olyan részbe belevágnom most a videó alkalmával, ami iszonyat jó volt. Élmény. Remélem, hogy a negyedik részben is lesz elég ilyen. Hát ugye az E3-os videó azon brutál jó volt, tehát... ez jó volt. Hát akkor legyen ennyi. Én nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Tartsatok velünk legközelebb is. Sziasztok!